Olyan tárgyakat keresnek a diákok, amelyek egy fogvatartottnál elvileg nem lehetnek. Szúró, vágó eszközöket és egyéb veszélyes dolgokat. Itt pedig már a célbalövésben mérhetik össze tudásukat a versenyzők a nagykállói Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium egyik tantermében a megyei rendészeti csapatverseny alkalmából. Bak Sándor rendőrezredes szerint országos viszonylatban az elsők között van Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye, ahol ilyen nagy létszámban történik rendészeti középfokú képzés. Valóban ez a 11 csapat, ez egy nagy számnak minősül. Egyébként 13 középiskola van a vármegyében, ahol rendészeti oktatás van fakultációban, vagy rendes érettségire menő módon. Én azt gondolom, ez azt mutatja, hogy ezek a diákok lelkesek és meggyerhetők ilyenre. Ez talán egy kicsit pótolja azt is, amit az én koromban az úgynevezett honvédelmi napok, a honvédelmi versenyek jelentettek. A rendőrség számára nagyon fontos, hogy ilyen rendezvényeket támogasson és részt vegyen, és motiválja a fiatalokat. Rostás János Tibor kancellár úgy fogalmazott, a Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnáziumban folyik vármegye szerte az egyik legmagasabb fokú rendészeti képzés. Ez a rendezvény arról szól, hogy egy kicsit megmérjük a saját, illetve a jelentkezők teljesítményét. Hol tartunk ilyenkor a fél év zárása után, fizikai és elméleti képzés terén. Ezek a képességek, készségek, amelyeket a gyerekekben igyekszünk kialakítani, azok mennyire fogják majd segíteni, támogatni a továbbtanulásukat. És azt kell mondani, hogy ez egy olyan családi rendezvényén nőtte ki magát megyeszerte, mint ahogy látszik a mai nap is. Ma minden olyan intézmény, amely a megyében rendezvényt képzéssel foglalkozik, az jelen van. Usztics Attila, a vármegyei rendőrfőkapitányság osztályvezetője elmondta, a megyei verseny hagyomány szerint két részből áll. A verseny két részre határolható, valójában egy elméleti, illetve egy gyakorlati feladat végrehajtási körre. Az elméleti feladatkörben többnyire egy tesztlaprendszerű, illetve mind a büntetés végrehajtási, mind pedig a rendőrségi feladatban ott valójában sokkal inkább már az előző években megszerzett tudásra van szükség. A későbbiekben gyakorlati számokban, mint a lövészet, a fizikai állapot felmérés, illetve a rendészeti akadálypálya teljesítése, ott pedig arról kell számot adniuk, hogy milyen fizikai állóképességgel rendelkeznek. A rendőr alezredes hozzátette, a rendészeti versenyben résztvevő diákok közül kerülhetnek ki a jövő rendőrei és nemzetvédelmi szakemberei. Ők ugyanolyan jók, mint amilyenek mi voltunk ezelőtt, 30, akár 40 évvel ezelőtt, mikor rendészeti pályára készültünk, vagy azon gondolkodtunk. Ők máshogy működnek és máshogy gondolkodnak. Ettől függetlenül ők ugyanolyan eredményesek és ugyanolyan jó, egy feltörekvő generáció lesznek, és már azok, mint amilyenek voltunk egykoron. Úgyhogy ők csak mások. A rendészeti verseny első két csapata Máté Szalkáról érkezett, a harmadik helyezést pedig a nagykállói diákok szerezték meg.